A CD, amelyen Nyiregyháza értékei hallhatóak. A projekt célja, hogy ezeket a látássérült emberek számára is közelebb hozzák. Nyiregyháza város települési értékjegyzékét 2023. december 31-i állapotnak megfelelően hangos könyv formájába ültették, melyet az Egyesület hangstúdiójában rögzítettek Babolcsi Andrea és Dr. Csiki Nándor felolvasásával. Ezeknek az értékeknek a mentén hat közösségi programot valósítottunk meg, ahol a látássérültek megismerték a térpák népi kultúrát, a térpák népi építészetet és gasztronómiát, a sóstói erdőt, jártunk Nyiregyháza megyei levéltárába, ahol a Nyiregyháza város keletkezési iratait néztük meg, voltunk még a tűzoltóságnál és nagyon-nagyon sok értékes gondolattal gazdagodtunk. Baracsi Endre a szabolcs szatmár bereg megyei értéktárbizottság elnöke elmondta, bíznak benne, hogy ezáltal is tudják szélesíteni azt a kört, amire oly büszkék, és át tudják plántálni a küldetéstudatot olyanokba is, akik eddig még nem találkozták a vármegyei értékekkel. Mi is szeretnénk azt a közeljövőben, hogy a vármegyei értékek azok eljussanak mindenkihez, és ebbe is partnerként számítunk rájuk, és szeretnénk egy olyan kiadványt, vagy egy olyan hangos könyvet készíteni, ahol a vármegyei értékek, minden vármegyei érték meg tud jelenni, és ezáltal is elérhetővé válok, válik mindenki számára, mert Gondoljuk, hogy az értékek azok közösek, és ráadásul az értékek népszerűsítésébe, nekünk mindenki partner, aki szeretne ebbe a küldetésbe részt venni. Hogy a hangos könyv minél szélesebb körben elérhetővé váljon, hamarosan feltöltik azt a vakok és gyengénlátók bereg megyei Egyesületének weboldalára, valamint a legnépszerűbb videó megosztó oldalra is. Nagy örömmel kaptam meg a megkereséstől, nemes nagy tündétől, a vakok és gyengénlátók szervezetétől, hogy egy hangos könyvet készítenek a nyíregyházi értékekről. Ugye ezek az értékek megtalálhatóak a nyíregyháza.hu per értéktár oldalon. Mindenki számára hozzáférhető és letölthető és használható az értékeknek a rövid 18-20 soros ismertetője kivonata, és ezeket használták fel a, a hangos könyv elkészítéséhez. Önkéntes felolvasók olvasták fel, és örömmel. Tapasztaljuk, hogy erre van igény, és hogy a könyvtárunk is fog kapni egy példányt ebből a hangos könyvből. A helyi Szála közösségi alapítvány 300 ezer forint támogatást adott erre a programra, mely összeg javában magánadományokból állt össze. A sajtótájékoztatón az alapítvány kuratóriumának tagja, Fekete Éva elmondta: Óriási öröm támogatni egy ilyen nem csak nevében értékes projektet.